Aki van buli, az én barátnőm Boli. Vele minden nap történik valami. Úszik, játszik, kirándul, táncol, fut, sütni tanul. Örül neked, nyakadba borul. Meglásd vele, minden jóra fordul. Hát itt jön Boli, az édes drága Boli. Bori! Bori és a húsvéti nyúl. Vigyázz, Máú, ne lőd le! Oh, Máú! Húsvéti nyulat? Az lehetetlen. A nyuszi csak egy hét múlva jön. Sziasztok! Papa, hát mit csináltok? Tüzet gyújtunk. Igen, ágakat gyűjtünk a nagy húsvéti tábortűzhöz. Én is segítek. De nem az enyémből. Ezek a húsvéti csokorhoz kellene. Hát, tényleg? Én már kivágtam hozzá a nyuszikat, a tojásokat, sőt, még a virágokat is. Ügyes vagy. Festünk hozzá igazi tojásokat is. Juhú! Hurrá! Hol kell ezt kiszúrni, hogy kifújhassam? Itt és itt. Na, gyere, ezt együtt csináljuk. Nos. Egyszer itt. Aztán itt. És most kifújjuk. Így. Aha! Nagyszerű, és most a másik végén. Így? És így felszúrva könnyebben tudod majd festeni. Ó, nem, ez nem megy. Ez nem is olyan egyszerű. Jó, erősen fújd. Próbáld újra. Ez nem ér. Ó, nem baj. Velem is sokszor előfordult. Hű, én is akarom. Hát persze, hogy segíthetsz. Kellene néhány húsvéti kép a konyhába is. Az lesz a te feladatod. De jó! Így. Ez így. És ide. Nagyon szép. Ez egy fészek? Dehogy. Húsvéti nyúl. Hogy akasztjuk fel a tojásokat? Cérnával és gyufaszállal. Mi? És azt hogyan? Megmutatom. Ó, ilyen sok tojás. Prima, akkor rántottát eszünk estére. Inkább csak is palacsintát. Ezt is, azt is csinálok, jó? Ez egy húsvéti nyúl. Ugyan, papa, ez itt egy fészek. Nézd csak, ha egy gyufaszál darabot betolunk itt a lyukba, így, né? Az keresztben fekve megtartja a tojást, majd a cérnára végül hurkot kötünk. Gyere, próbáljuk ki. Elkészültem. Húsvéti nyúl, húsvéti fészek. Éjség, palacsinta. Mennyit kell még aludni húsvétig? Már csak ötöt, és akkor... Tojást keresünk! Ó, még olyan sokat! Még a húsvéti asztalt is elő kell készíteni.
és annak még nőnie kell. Nőnie? Az meg hogy lehet? Behozzuk a tavaszt a szobába. Lássuk csak. Most rászórjuk a földet? Először a tányérok és a csészealjak jönnek. Olyan vicces, hogy a húsvéti asztalt már most megterítjük. Igaz, de jobb, ha most kijelöljük a helyeket, hogy a zsázsát később ne lapítsák szét a tányérok. Aha. Így most már kezdheted. Jól csinálom. Majd a magokat rászorod a földre. És aztán? Vagyis, hogy mikor nő ki a növény, illetve a zsázsa? Ha rendesen öntözzük, pontban húsvétkor. Szép nagyra nőttek! Holnap után már itt a húsvét, és akkorra elkészül a tavaszi terítékünk. Hé! Máú, ezt ne kapard szét! Azt hiszi, hogy ez a kertben a fű. Ó, ott van a papa. Mama, Anna is itt lehet holnap a húsvéti tűznél. Igen, hát persze. Ma délután felhívom az anyukáját. De klassz, hogy sikerült. Ott ég a tűz. Bizony, pontosan. Kíváncsi vagyok, milyen nagy a tűz. Én is. Meg aztán meg is éheztem. Ó, igen, meg is kérdezem. Mama, hoztunk magunkkal kolbászt. Grillezni. Aztán sátrat verünk a tűznél, úgy, mint az indiánok. Kolbász, indiánok. Tudjátok egyáltalán, miért gyújtunk tüzet húsvétkor? Nem. Hogy előzzük a telet, és hogy jelezzük a napnak, hogy mostantól jó melegen kell sütnie. És hogy elégessük a régi, száraz gajakat. Helyet adva az új, friss virágoknak. Aha! De ettől még kolbászt is ehetünk. Így. Most eljössz, papa. Jól van. Akkor figyelmet kérek. De szép nagy a rakás. No, szépen csodás. Most gyújtják meg. Milyen nagy láng. De gyönyörű. Gyerek, vigyázzatok. Nézd. Menj közel. Oda nézz. Jó meleg van. Bori, Anna, kértek húsvéti süteményt? Persze. Én is. Illatos. A mama sütötte. Mi sütöttük? Igen, te is sokat segítettél. Igen. Jövőre én is gyűjtök ágakat a tűzhöz. Figyelj, Anna! Tiszta zöld asztalunk van a konyhában, mint egy zöld mező. Meg akarod nézni? Milyen hatalmas. Igen. Ez a milyen jó meleg van itt. Milyen magasra felnyúlik. Azt hiszem, lassan hazamehetünk, ugye? Most már biztosan eljön a tavasz. Álmos vagyok. De előbb még a húsvéti nyúljön. Végre itt a húsvét! És már... De gyönyörű! Na hát, ez csodaszép! Igen, az idén különösen szép lett. Gyuri! Jakab! Kész a reggeli! Megkeressük a tojásokat? Igen, de előbb reggelizünk. Nézd csak, a tányérodba már beleült egy nyuszi. Találtam már egyet! Én így fogom keresni! Én meg hátul! Most meg itt! Ott! Ó, itt is egy! És itt is! Jaj, anya, olyan kár, hogy csak egyszer láttam a nyulat. Emlékszel? Akkor elszaladt tőlünk. Ó, drágám, nem is biztos, hogy ez a húsvéti nyúl volt. Ő nem mutatkozik olyan egyszerűen. Ó, papa! Na igen, azt hiszem, hogy a húsvéti nyúl egy csodás zöld mezőn lakik sok-sok színes tojás között, és most éppen pihen.
A sok munka után. Fárasztó dolog olyan sok fészket építeni. Egyet értesz? Hát... Igen. Képzeld, még a szekrényemben is volt fészek, és a fán is találtam egyet. De oda nem is megy fel a nyúl. A papám szerint a húsvéti nyúlnak most pihennie kell. Egy mezőn alszik sok-sok színes tojás között, és... Papa, mama! Mi történt? Most már tudom, ki a húsvéti nyúl. Pontosan így mesélted el. Ah, Máú! Azt hiszem, jobb, ha hagyjuk a nyuszinkat aludni. Főleg, miután oly sok fészket épített. Bori lámpást készít. Bori! Bori! Az ablaküvegre festesz? Nézd csak, a szél úgy fújta rá a leveleket, mintha egy arc lenne ott. Klassz, nem? Szuper. Ez itt egy nyírfalevél, ez pedig egy tölgyfalevél. És ez... Elfújta a szél az orrát. De most neked is fel kell kerekedned. Gyere, indulnunk kell az óvodába. És kérlek, legközelebb papírra rajzold a szép képeidet. Igen, majd gyűjtünk leveleket és arcokat, meg mindenfélét készítünk belőlük. Mit szólsz, anya? Hát persze. És ha nem bánod, akár ma délután. Ősszel már rövidebbek a napok, és hamarabb besötétedik. Ilyenkor van itt az ideje, hogy lámpást készítsünk. Nekem zseblámpám van. Én a testvéremtől kaptam egy lámpát, amire a holdat festették. Nagyszerű, de mi most saját magunk készítünk lámpást. Mindenki gondolja ki, mit szeretne ráfesteni, vagy ráragasztani, vagy akár viasszal is lehet szépet alkotni. Viasszal? Igen, úgy, hogy meggyújtunk egy gyertyát, és papírra csöpögtetjük a viaszt. Azonnal megmutatom, jó? Kezdhetjük? Igen! Csak ez nagyon nehéz. Nos, Bori, fogd meg a gyertyát, és csöpögtesd a papírra a viaszt. Óvatosan. Igen. Jó. Ide is cseppencs. És most? Most fogjátok meg a viaszkrétát, és szép színesre színezzétek ki a lapot. Ez egyáltalán nem megy. Nem fogja meg a kréta. Pontosan. Épp ez benne a trükk. Nézzétek. Itt, ahol a viaszpötty van, nem lesz színes a papír. Amikor a viasz megszárad, könnyen leválasztható a papírról. Így. És mikor később meggyújtjátok a gyertyát a lámpásban, a fény átszűrődik azokon a pontokon, ahol fehér maradt a papír. Ott, ahol a viasz volt. Én is! Én viaszlámpást csinálok. Én inkább mást szeretnék. És mit? Még nem tudom, majd meglátom. Na jó, akkor ma kipróbáltuk, hogyan is megy ez. Hétfőn majd folytatjuk, de addig mindenki gondolja ki, milyen képpel kívánja díszíteni a lámpását. És itt vannak a meghívók a lámpás felvonulásra. Ne felejtjétek átadni a szülőknek. Már előre világos. Ki
kitaláltam valamit. Te Samunak csinálsz lámpást, én neked, és Samu nekem. De nem szabad elárulnunk egymásnak, milyen kép lesz rajta. Benne vagytok? Mhm. Áll az alkú! Áll az alkú! Bori! Igen, mama? Nem kellene sálat venned? Á, még nincs itt a tél. De mire kell a kosár? A leveleknek egy szatyorban csak összetörnek. Aha! Juhé! Juhú! Igen! Lámpást készítünk az oviban, és ki kell találni valamit. Mármint, hogy milyen kép legyen rajta. Szívesen választanám Mao cicát, de egyedül nem tudom lerajzolni. Akkor gondolj ki egy másik képet. Nem tudnál segíteni, mama? Biztosan van még valami jó ötleted. Ó, nézd csak! Egy gesztenye, kár, hogy ezt nem tudom felragasztani. De gesztenyéből elkészíthetjük Mao cicát. Na, gyere! Találunk még többet is. Ó, de kár, hogy ez tönkre ment. Ez hervadt. Sajnos a vadgesztenye levelei már csak ilyenek. Nem úgy a gesztenyék. A gesztenyéből lesz Mao cica teste, és a magból a feje. És ebből lesz a füle. Nagyszerű, ez a bükkfa magja. Nézd csak, fenyőtobozok. Azt is viszünk? Feltétlenül. Talán támad valami ötletünk, hogy mire használhatjuk. Most akarsz olvasni? Dehogy is nem. A könyvlapok közé tesszük a leveleket, hogy szép simán száradjanak meg. Úgy jobban fel lehet ragasztani őket. Ezek tényleg nagyon szépek. De miből készüljön a mókus farka? Sziasztok, lányok! Nézzétek csak, mit kaptunk Karina nénitől. A saját kertjéből való, csinálok is belőle egy finom töklevest. Ez meg a tiéd. Ó, egy toll. Ezt te hol szerezted? Jakab találta Karina és András kertjében. Ó, szuper! Ebből lesz a mókuska farka. Hé? Ez a mamáé. Figyelj, Jakab. Nem akarod a mókusnak ajándékozni ezt a tollat? Ebből szép dús farka lehet. Nem. Különben sem néz ki jól. Dehogy nem. De igen. Elég. Van egy ötletem. Várjatok csak. Mindjárt visszajövök. Egy ecset? Ez igazán jó ötlet volt a papától. Ó, még mindig nem tudom, milyen kép legyen a lámpásomon. A gyertyavíjas cseppekkel nem tudok festeni. Egy maci? Az túlságosan nehéz. Akkor fessél egy napot. Az sem jó, olyat mindenki tud. De hát ezt is... Mondjátok, nem láttátok valahol a szakács könyvet? Nem találom. Azt hiszem, ott van a könyvek között. Nézd csak meg. Itt lenne. Vicces. Ó, jaj. Ups. Ó, a leveleim. Azokkal akartam... Levél hullik a konyhában. Hurrá, megvan. Tudom már, mi lesz a lámpáson. Hópelyhek. Hópelyhek? Prima. Én meg tudom, hogy mit csinálunk a tökből. Én levest főzök belőle. Azt is. De előtte Halloween tök készül belőle. Hé? Az meg micsoda? Így hívják Amerikában a töklámpásokat. Ők nem Szent Mártont, hanem Halloween-t ünneplik. Nos, akkor töklámpást is készítünk. Hurrá! Én is! Jó szórakozást hozzá. Én meg a levesnek örülök. Így, né? Már ki is vágytuk. Töklatyak! Az nem latyak. A papa ízletes levest főz belőle. Prima. Segítek!
Mindjárt. Előbb kivágom a száját. Azt csinálhatom én? Nagyon kemény a héja. Nagy erő kell hozzá. De azt megnézhetnéd, hogy a levelek megszáradtak-e már a könyvekben. Ó, igen. Még mielőtt papa egy újabb könyvet kézbe vesz. Hé, te kis szemtelen. Hát nem néz ki jól. De még mennyire. Nagyon ügyesek vagytok. Most a házunkba is beköltözött az ősz. A leves meg a gyomrunkba. Fenséges, most magamat dicsérem. De persze titeket is. És már azt is tudom, hogy mi kerül a lámpásomra. Tényleg? Nagyszerű. Bori, Anna, csak nem vesztetek össze? Nem. Samu, minden rendben? Igen. Nos, segíthetek? Ez a karton nagyon kemény. Menni fog egyedül? Ne nézz ide, Anna! Meglepetés lesz. Az enyém is. Aha. És a te lámpásod, Bori? Ó, milyen szép. Ez ugye... Pszt. Ó, de szép. Nem a papám. Neked nincs? De szép. Fogd ezt. Nekem nem segített. Csak óvatosan. Hát látszik is. Szuper ez így este. De szépen világít. De jó lesz. Az egy szépen világít. Anna. Igen, persze, ez így jó. Most. A legeslegjobb barátnőmnek. Ez a tiéd, Bori. Ó, de szép. Ez meg a tiéd, Samu. Szuper. Köszönöm, Bori. És ez a tied, Anna. Ó! Mondd csak, ez színes spagetti. A lámpás szépen világít, és én az utat vele. Itt lent a fények kinyúlnak, és az éjjel a csillagok. Mi szépen szól az énekünk, rábi merába merabum. Mi szépen szól az énekünk, rábi merába merabum. Ez egy jó kis dal. Magyar hangok. Pekár Adrien, Hámori Eszter, Kökényesi Ági, Kisfalusi Lehel, Bogdán Gergő. A szinkron a Minimax megbízásából a BTI stúdióban készült.